Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatnák a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A MAFSZ ellen megszakadt a cápák 9 meccses győzelmi sorozata. 45 érmet szereztek a megyei jársportolói az elmúlt tanévben. 6 vendégszobával bővült a nyírbátorias edzés központja. 500-an voltak a Spari és a Foci Akadémia karácsonyi rendezvényén. Az 5. helyen zárta az őszi szezont a Sényői futballcsapat. A legkorszerűbb egészségügyi háttér segíti a kisvárdai futballistákat. Megszakadt a Hübner Nyíregyháza Blues 9 meccses győzelmi sorozata. A kék cápák hazai pályán kaptak ki 94-92-re a MAFSZ-tól. Nagyon nehéz ilyenkor beszélni nyilván. Az ember felfokozott állapotban van. Én úgy gondolom, hogy ezt a meccset mi megnyertük. Igazságtól kivettük a kezünkből. A játékvezetőnek a szíve, lelke rajta. Boldog karácsony kívánok neki, mert olyan jót, mint ami nekünk lesz. Tudtuk előre, hogy egy rangadó lesz ez a mérkőzés, és így is alakult. Volt, ami esetleg meglepett akár a saját csapatod játékával, akár a MAFSZ-ban? Mert azt játszottam azt, amire számítottunk igazából. A mi játékunk néha akadozott. Nehéz volt azért támadásban, mert ez a zóna emberfogásos védekezés ellen támadnunk, illetve nem mentek úgy be a kinti dobásai, mint az előző mérkőzésen, de a végén a mi kezünkben volt ez a mérkőzés. Egy meccs még háta van, szépen lezárni az éves Salgótarjánban, de az sem lesz könnyű meccs. Így van, hát minden idegenbeli mérkőzés nehéz, Salgótarjánban is, neki is nincs még veresége a hazai pályán, de mindenképpen nyerni szeretnénk. Egy sokáig emlékezetes meccsen szakadt meg a hosszú győzelmi sorozat, de gondolom az utolsó másodpercekben történtek, miatt van némi tüske bennetek. Emlékezetes, mint ahogy a MAFSZ ellen már sokat szor, de sajnos megint nem a mi javunkra. Soha nem minősítettem még játékvezetőt, vagy játékvezetői ítéletet, de ez a vége nekem ez a nevetséges kategóriába tartozott. Pláne hazai pályán egy ilyet hezitálás nélkül befújni. Mindegy, egyetlenek ellen magunkba is kell keresni a hibát. Nagyon-nagyon jól kezdtünk, minden dobásunk beesett, borítékolható volt, hogy lesznek hullámvölgyek a továbbiakban a mérkőzésen. Jöttek is, a MAFSZ-nak a 3-2 zónája ellen sokszor körülményesen és lassan játszottunk. A végén, negyed közepétől megint jó ritmust találtunk, végjátékban úgy gondolom, hogy jól játszottunk. A játék azt viszont elöntötte a végén a mérkőzést. Összetudjátok szedni magatokat a következő, az évzáró Salgótarjáni meccsig? Természetesen nem is kérdés. Nagyon fontos a Salgótarjáni veretlen hazai pályán, egy nagyon erős hazai pályára látogatunk el. Szeretnénk lezárni az évet jó szájízzel, mindenféleképpen azon leszünk, hogy elfelejtsük ezt a mai meccset, és innentől már tényleg csak a Salgótarjánra koncentráljunk. 45 érmet szereztek a megyei diáksportolói az elmúlt tanév országos döntőin. A hagyományos évzáró gálát szerdán tartották a megyeházán. Nagyon termékenyesztendő volt ez is, de ezt már megszokhattuk, hogy a megyei diáksportolók valóban hozzák azokat az eredményeket, és ennek természetesen az alapja az a belefektetett munka. És hát ez azt eredményezte, hogy itt most egyrészt a jó tanuló, jó sportolókat tudjuk díjazni, és természetesen emellett azokat az intézményeket, testnevelőket, akik nagyon komolyan elvégezték azt a munkát, amely a megyei diáksport és a megyei sport életért úgy gondolom, hogy el is kell végezni, és hát ez nekünk meg ez a köszönet napja, úgyhogy bízunk benne, hogy ez olyan évzárás, ahol amellett, hogy valóban egy díj özön van, amellett azért meg tudjuk köszönni azokat az érmeket is, amelyeket országos versenyeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hoztak a diáksportolók, hiszen ezáltal 16 arany, 13 ezüst és 16 bronzéremmel lettünk gazdagabbak ebbe az évbe is. Én úgy gondolom, ez egy nagyon komoly siker, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. A Magyar Diáspor Szövetség vezetéséből évről évre képviseli magát valaki ezen a díjátadó gálán. Ez azt jelenti, hogy elismerik a megyében folyó munkát? Természetesen. De Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak a vendég szeretetéről híres, hanem rendkívül sok sikeres diák, iskola vesz részt a diákolimpiai versenyeken. Nyíregyháza városa több egyszer ad alkalmat nagyon színvonalas módon megszervezett diátadónak, ünnepségnek, úgyhogy mi ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a településnek és gratulálni a testnevelőtanároknak, igazgatóknak és elsősorban a diákoknak. Mi a tapasztalat egyébként, megvannak azok a testnevelők, megvan az a infrastruktúrális szakmai háttér diásportot tekintve, hogy minél többet kihozzák a fiatalokból? Természetesen igen, tehát a testnevelőn múlik a legtöbb, nyilvánvalóan még több testnevelőre van szükség, hiszen a mindennapos testnevelés által, hál' Istennek, jelentősen nőtt a testnevelés órák száma, de itt az eredmények is mutatják, hogy ebben a megyében nagyon kiváló testnevelők vannak. Minden bizonnyal vettétek is részt diákkorodban hasonló gálán, hogy emlékszel vissza arra, milyen volt itt a sok kupát, vagy akkor a kupákat, érmeket nézni és kapni belőlük?
Nagyon jó emlékeim vannak, volt szerencsém többször is a diákolimpián részt venni. Hát sajnos ez már nem ma volt, és ennek már jó pár ideje, vagy hát jó pár éve. Úgyhogy nagy örömmel töltötte, hogy elnök úr rám gondolt itt a díjátadás kapcsán, és hogy én lehetek az, aki a megyei hát sportolóknak, jó tanuló sportolóknak, edzőknek átadhatom majd a díjakat. Ugye egy diák sportolókról van szó, de közülük nagyon sokan egyesült szinten is versenyeznek, és bennük van az a lehetőség, hogy eljussanak akármilyen magas szinten. Mit tudsz nekik tanácsolni, mi a legfontosabb ahhoz, hogy mondjuk, mint te, sokszoros válogatónak mondhassák magukat? Nagyon fontos az egészség, az úgy gondolom, hogy ez mindennél fontosabb, hiszen olyan sérülések következhetnek be egy sportoló karrierjében, hogy ami keresztbe törheti a karrierjét. A második természetesen pedig a kitartás és az, ami emögött van, hiszen szerintem tudja mindenki, aki ilyen eredményt ért el, akár sportterén, akár más, vagy óriási munka áll mögötte, és rengeteg mindennek kell passzolni ahhoz, hogy összejöjjön, de azt hiszem első sorban a kitartást emelném ki ebből. 6 vendégszobával bővült a nyírbátori ASE edzés központja. A 30 millió forintos beruházásnak köszönhetően 16 asztali teniszezőnek tudnak helyet biztosítani az edzőterem mellett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt infrastruktúra fejlesztési pályázat adott lehetőséget a Magyar Asztali Tenisz Szövetségen keresztül, hogy ez a pályázatunk pozitív elbírálásba részesült, valamint a Nyírbátor város önkormányzata biztosította hozzá a saját erőt, illetve hát mivel azóta jelentősen drágultak az építkezés árai, ezért kénytelenek voltunk a klub kasszájához is hozzányúlni, és a klub költségvetéséből kiegészítettük azt a hiányzó forrást, ami ennek a befejezéséhez szükséges volt. Mit tartalmaz a beruházás? Ez 16 fő részére tartalmaz komfortos szobákat, ezek nagyon jó felszereltek, fürdőszobával, tévével, hűtővel felszerelt szobák. A berendezések 90%-ban újak, tehát higiénikusak, esztétikusak, lakhatók, barátságosak. Milyen lehetőséget nyit meg ez a vendégház a Asztali Tenisz Klub előtt? Ez nagyon nagy mértékben segíti a Tölgyes Dorottyának például a fejlődését, mert ugye ahhoz, hogy olyan kaliberű játékosokat tudjunk idehozni, akiktől ő fejlődni tud, azok már általában elég magasan kvalifikált szakemberek, és hozzászoktak a kultúrát körülményekhez. Nem szívesen mennek olyan helyre, ahol nincsenek meg azok a feltételek, ahol ő jól érzi magát. Ezért, hogy ez létrejött, ezáltal lehetőség adódik arra, hogy a Karsai Ferenc segítségével, aki mondjuk nem tudom ki ismeri, ki nem ismeri, a lényeg az, hogy ő egy Nagykállóból elszármazott asztali teniszedző, aki az osztrák válogatottnak volt a szövetség kapitánya, és az utolsó európai férfi világbajnok edzője volt. Ő hazaköltözött Kiskunfélegyházára, de mivel nagyon jó a kapcsolatom vele, és szívesen dolgozik máskor is, Ausztriába is, Belgiumba is, és azt mondta, hogy ő ide nagyon szívesen hozna olyan kaliberű asztali teniszezőket, akikkel mondjuk nem csak Tölgyes Dorottya, de akár Majoros Bence is, hogyha hazajön, és itt hol tartózkodik, akkor nagyon magas színvonalú edzés munkába tud részesülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy európai klasszis asztali teniszezők is meg fognak fordulni ebbe az egységbe. Kik lesznek az első vendégek? Az első vendégek itt a top 24 lesz két hét múlva, és az első vendégek azok a top 24 résztvevői lesznek. A serdülő magyar krém, az ország legjobb 24 asztali teniszezője vesz részt ezen a top 24-en, és ők foglaltak szállást, már aki befért. Aki meg nem fér be, hát az mondjuk a város többi szálláshelyét volt kénytelen igénybe venni, de tekintve azt, hogy ez egy pályaszállás, hogy sínyelven szóljak,
ezt mindig nagyon preferálják, mert ha vége van a meccsnek, akkor rögtön fel tud jönni, vagy két meccs szünetébe. Ez egy nagyon praktikus dolog, hogy a szobájába tud egy kicsit pihenni. Ha minden igaz, a két ünnep között sem lesznek üresek a szobák? Nem, akkor az ifjúsági válogatott fog itt felkészülni, kiegészítve a román ifjúsági válogatott néhány tagjával, mert így akkor közösen sokkal hatékonyabb a szakmai munka, mint hogyha csak belterjesen egymással játszanak, és tekintve azt, hogy Nyírbátor, ütközőpont Románia meg Budapest között mondjuk, ez pont jó, hogy nem kell nagyon nagy távolságot utazni egy valakinek, mind a ketten utaznak. Most kivételesen Tölgyes Orottya lesz Szabó kedvezményezett, hogy neki nem kell elmenni sehova, mert ő itthol tud edzeni így. Közel 500-an vettek részt a Nyíregyháza Spartacus és a Bozsik Akadémia közös karácsonyi rendezvényén. A Continental Arénában az egyes szakágak legjobbjai vertek át elismeréseket. 262 gyerek van az akadémián, 51 fő foglalkozik a gyerekekkel, ebből kb. 50% olyan főállású, 25 edző, 5 gyakornok és 18 olyan kollega, akik úgynevezett támogató területeken tevékenykednek, ebben vannak az orvosok, fizikoterapeuták, masszőrök és így tovább, technikai munkatársak, stb. 3 fő az, aki irányítja és koordinálja ezeket a kollégákat. Van egy akadémia általános és szakmai vezető, van egy sporttudományos vezető, és van egy fejlesztési operatív vezető. Ez a 3 ember az, aki koordinál, irányít és ellenőriz a hétköznapokban és a hétvégéken. Most lesz némi pihenő, vagy pedig jönnek a szokásos téli teremtornák a fiatalok részére? Az elkövetkező 2 hétben még mindenki pályán van, utána már csak a kisebbek, és jönnek a kicsiknél. Ez azt jelenti, hogy a 7 évesektől kezdve egészen a 12 évesekig még pályán maradunk a termekben, megvan előre a programunk, de egész márciusig megvan már a program. Csak annyi tornát terveztünk, amennyi nem túlterhelődés, de mégsem kevés, tehát egy optimális számot kinéztünk, és minden gyerekünk a pályán lesz, amire nagyon büszkék vagyunk, és ezt az elvet valljuk, hogy ebben az időszakban a 10-12 éves korig nem foglalkozunk az eredménnyel, hanem az alapokat rakják le a gyerekek, azokat sajátítsák el, tanuljanak meg idegen arcok ellen versenyezni egy kicsit. Ha harmadik, negyedik vagy ötödik, a csapat nem számít. Aki ismeri Nyilasi Tibort, tudja, hogy szívügye az utánpótlás, milyen érzés is szétnézni a Bozsik Akadémia évzárán, ahol rengeteg fiú és lány verti át az őt megillető díjakat. Először szeretném megköszönni Révész Bálintnak, hogy ismét itt lehettem és meghívást kaptam. Nagyon jó fogalmazott alpolgármester úr a beszédében, amikor azt mondta, hogy ez egy nagy család, és egy nagy családhoz csatlakozhattam. Fantasztikus érzés, hogy tavalyihoz képest már szinte duplájára nőttek a gyerek létszám, a sport aerobik is becsatlakozott. Fantasztikus, ahogy a tulajdonos úr foglalkoztatja a gyerekeket, ebből nagyon jó dolgok fognak kijönni. Az akadémiai rendszer azért már jó néhány éve működik, ugyan mostanában több írás lehetett olvasni, várják azt a futballistát, aki nemzeti szinten is elismerést arat majd kinőve ebből a rendszerből, mikorra várható? Hát én azt nem tudom, én azt üzenném a gyerekeknek, bátorság, elszántság, szenvedély a futball iránt. Az edzőknek szintén ugyanezt kívánom, hogy nagyon nagy felelősséggel dolgozzanak a gyerekekkel, figyeljenek rájuk, bátorítsák őket, és ahogy majd cseperednek föl, minél hamarabb tegyék be nem csak a korosztályokba, hanem a felnőtt csapatba, mert akkor lesz az igazi eredménye, amikor már azt láthatjuk, hogy 18-19 éves gyerekek játszanak a felnőtt csapatba, és akkor a következő ugrás az, hogy na, ezek között van egy igazi kiváló játékos, akire felfigyel mindenki. Hogy látja Nyilasi Tibor, a futball még mindig annyira népszerű a gyerekek körében, mint az ő fiatal korában? Kicsit másabb a helyzet, mert annak idején nem volt más szórakozási eszköz, csak egy labda, és akkor lementünk. Most el kell menni a gyerekekért, és ugyanúgy oda kell nekik adni a labdát, biztosítani kell nekik pályát, lehetőséget, és ha egyszer le tudtam vinni őket, akkor ott is maradnak. Itt a jó példa. Nagyon sokat dobna a futball népszerűségén az, ha ott lenne a válogatott a része magyarországi rendezési Európa-bajnokságon. Milyen esélyt lát erre most már az ellenfelek ismeretében? Nekünk nem szabad senkit lebecsülni, mert most sokan azt mondták, hogy Bulgária ellen minden rendben lesz. Én kívánom, hogy legyen rendben, térjen vissza az erő a válogatottba, ami az előző mérkőzéseken, különösen a horvátok elleni hazai mérkőzésen a győzelemnél volt. Ha ez visszajön, akkor a Bulgáriában meglephetjük a hazaiakat, aztán jöhet egy sorsdöntő mérkőzés, hiszen itt a lehetőség, hogy
hát Budapesten olyan világsztárokat láthatnának a gyerekek, felnőttek, a futballkedvelők, ami páratlan és megismételhetetlen, úgyhogy nagyon, de nagyon drukkolok a srácoknak. A Nyírség Kopi csapata nyerte a Rajál Bískupa kispályás foci tornát. Az Zrínyi Tiszavasvasúti tornacsarnokában 24 csapat lépett pályára. 24 csapat jött el, de azt mondhatom, hogy az igazi krémje, a kispárás vagy teremfoci varázslók, azok mind itt vannak ezen a tornán. Magas szintű színvonal jellemzi a tornát, hiszen a döntő előtt vagyunk, már a döntőbe kerülésé zajlanak a mérkőzések, és azt is bizonyítja, hogy, fantasztikus sok mérkőzésen csak egyetlen egy gólon múlott a győzelem, úgy dőlt el a végső eredmény, és 4 alkalommal 0-0-ás eredmény született. Ez is, ebből is látszik, hogy, milyen kiegyensúlyozott képességű csapatok szerepeltek. Érdekesség, hogy, 4-szer már a döntőbe kerülése, vagyis az elődöntőbe büntetőrugásokkal jutottak tovább a csapatok, és kiesett a tavaly mindent megnyerő Real Tate csapata, hiszen megnyerték a Kelet-Magyarország Eiszman kupát, a strandfocit, megnyerték a Tiszántúli Takarék kupát, és majd nagyon sok más tornát. Most viszont büntetővel estek ki, 14-13-as büntető végrehajtása után sikerült a Királygoldnak őket elütni a továbbjutástól. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egyetlen egy piros lap nem került elő a játékvezetőknek a zsebéből, viszont füstölt a levegő, hiszen olyan mérkőzések voltak már a csoportmérkőzések során is, hogy hihetetlen izgalmakat hoztak a tornába a csapatok. Nagyon sok olyan csapat is volt, akiről azt gondoltuk, hogy talán egy gyengébb képességű, nekem mindenki egyforma, talán egy kicsit gyengébb képességű, mégis nagyon sok ismeretlen csapat megciválta az oroszlánoknak a bajszát, és nagy csapatokat megszorítottak az utolsó pillanatokba, estek esetleg ki ezeken a mérkőzéseken. Honnan érkeztek a csapatok? A csapatok 4 megyéből érkeztek, a legtávolabbi helyről, Csákvárról, a Robbers FC Csákvár csapata érkezett, és egy fantasztikus csapatot hozott el a csapatvezető ide, aki már játszott itt ezen a tornán, hiszen 2 évvel ezelőtt itt voltak, és most is már úgy búcsúztak el, hogy jövőre ismét vissza fognak jönni. A megye különböző pontjairól 9 településről jöttek el a csapatok, Borsodból, Hajdúból és Szabolcsból még szintén érkeztek, és hát kitüntető dolog számomra, hogy a városi kispályás labdarúgó bajnokságból nagyon sok csapat itt volt, igaz, hogy egy kicsit megerősítve, de nagyon jó szint hoztak a tornába. Ugye most az Zrínyi Tiszavasvasúti csarnokában van ez a torna, az új év egy másik tornával kezdődik a Continental Arénában. Hogyan áll a Kelet-Magyarország Eiszman Hungária Kupa szervezése? Igen, nagyon szépen áll a tornára a nevezés checklistája, hiszen jelen pillanatban már 24 csapat adta le nevezését. A január 3-án, 4-én, 5-én megrendelésre kerülő 15. Kelet-Magyarország Eiszman Hungária kupatornára. Várom továbbra is a jelenkezőket a tornára, és lesz egy női labdarúgó mérkőzés is, hiszen a Nyíregyháza Spartakusz a Debrecen válogatottjával fog majd mérkőzni. Érdemes lesz majd az év első napjaiba kilátogatni a Continental Arénába, tehát várom a jelenkezőket a Kelet-Magyarország Eiszman Hungária kupára. Az 5. helyen zárta az őszi szezont a Sényei futballcsapat az NB3 keleti csoportjában. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 8 győzelem mellett 5 döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget. A célkitűzésünk a biztos bennmaradás volt, ami lehetőleg azért legyen egy számjegyű. Döntetlenekkel kezdtétek a bajnokságot, mikor érezted úgy, hogy kiegyenesedik a csapat? Az utolsó 7-8 forduló az nagyon jól sikerült, igen, nagyon sok döntetlent játszottunk az elején. Volt egy Jászberényi vereségünk, ahol nagyon sima vereséget szenvedtünk a Jászberénytől, és onnantól kezdve gyakorlatilag nagyon-nagyon jó formában lendült a csapat. Minek köszönhető, hogy megfordult a trend? Igazából előttem sem játszottunk rosszul, nagyon sok helyzetet alakítottunk az előző mérkőzéseken, és sajnos azok rendben ki is maradtak. Javult a helyzet kihasználásunk. Aki kell egy-egy meccset emelni negatív és pozitív értelemben, melyik
meccsek lennének azok? A negatív értelemben egyértelműen a Jászberényi mérkőzés. Pozitív mérkőzés az volt nagyon sok, de talán a Cegléd elleni hazai győzelem, ami nagyon jól sikerült. A játékosok közül van olyan, akit ki akarsz, ki lehet emelni? Inkább az egész csapatot emelném ki, mint csapat, hiszen mindenki a maga módján hozzátette a maximumot. Mennyire erős a mezőny ebben a mostani bajnokságban? Ebben mindenki egyetért, hogy egy ilyen 15-20%-kal erősödött a bajnokság színvonala, és a csapatok is erősödtek, úgyhogy a tavaszi szezon azért nem lesz egyszerű, attól függetlenül, hogy most elég jó helyen állunk. A bajnokság mellett beszélünk egy picit a kupáról, és ismét el tudatok egy NB1-es csapatot hozni Sényőre. Igen, a kupában is jól meneteltünk, hiszen két kört sikerült ott is menni, és a Mezőkövesden nem búcsúztunk egy nagyon színvonalas mérkőzésen. Ahogy szó esetről egy kicsit döszögősen kezdtétek a bajnokságot, így most az őszi szezon végén ismerve az eredményeket, abszolút elégedettek lehettek? Úgy gondolom, hogy mindenképpen, ugye, ahogy a kollega is elmondta, a célkitűzés ugye egy számjegyű helyezés volt, ebbe bőven benne vagyunk még. Most pihenőn vannak a játékosok, meddig tart a szünet? Január 16-án fogjuk kezdeni a felkészülést, most mindenki a jól megérdemelt pihenőjét tölti. Úgy gondolom, erre szükség is van, mert eléggé hosszúra nyúlott ez az őszi szezon. Játszottunk ugye 17 bajnoki mérkőzés, valamint két kupameccset, és ugye a tavaszi szezon ezáltal egy kicsit rövidebb lesz, mivel még ráadásul a zózdott menet közben kizárták, ezért tavasszal csak 12 mérkőzés vár ránk, úgyhogy kevesebb lehetőség lesz a pontszerzésekre, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen jól jött az, hogy azért ősszel csipegettünk elég sok pontot. Edzőmeccsek menetéről lehet-e már tudni valamit? Igen, már megvannak, 10 edzőmérkőzést fogunk játszani, ilyen szerda-szombat ritmusba. Próbáltunk osztálytársakkal lekötni az ilyen mérkőzést, de játszunk majd alacsonyabb osztályú csapatokkal is. Ilyen szereplés után szükség van-e lesz-e valamilyen mozgás a keretben? Olyan nagy változást nem tervezünk, lehet, hogy egy egészséges, megszokott kis vérfrissítésre esetleg sor kerül, de nem minden áron. A sportszakmai részen túl Kisvárdán mindent megtesznek azért, hogy a felnőtt csapat és az akadémia játékosai a lehető legjobb állapotban készüljenek az edzésekre és a meccsekre. Ez segíti az egészségügyi háttér, amelyet évek óta fejlesztenek a klubnál. Létrehoztunk hosszú évek alatt egy olyan csoportot, egy olyan tudományos élettani csoportot, amely nem csak a játékosoknak a erőállapotát, az igazoláskor a menet közbeli adatok feldolgozását szolgálja, hanem bizony olyan eszközeink vannak már, amelyek a legmodernebbek a világban. Mondhatom, hogy kis kórház van már a klubunknál, és ezáltal azt is tudom mondani, hogy az utóbbi időben nullára csökkent a sérülteinknek a száma. Úgy gondolom, a mai modern futballnak ez a háttérintézménye, ez már nélkülözhetetlen, és bízom benne, hogy a későbbiekben és az országban is azért nagyon sokan el fogják majd sajátítani. Mióta van meg a kapcsolat önök, akik biztosították ezeket a gépeket és a klub között? Cégünk és a Kisvárdai Futballklub között több éves kapcsolat áll a háttérben, még az MB2-ből a Lévész Attila igazgatóval nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és azóta évről évre mind a felnőtt, mind az utánpótlás futballcsapatnak a legeslegjobb gépeket próbáljuk szállítani. Milyen méréseket kell elvégezni ahhoz, hogy képben legyenek arról, hogy milyen állapotban van egy játékos? Rengeteg oldalról lehet ezt az egészet megközelíteni. Mi folyamatosan minden oldalról megközelítjük, de amiben egy kicsikét másképp gondolkozunk, és én másképp gondolkozom mindenféleképpen, az egyértelműen az, hogy a prevenciót hogy kezeljük. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy már úgy jöjjenek a gyerekek ide, illetve úgy kezdjék el a sportpályafutásukat, hogy preventív jelleggel dolgozzunk velük, vagyis előkészítsük arra a pályafutását, hogy ne sérüljön meg a későbbiek folyamán, tehát úgy készítjük a gyerekeket, hogy rendbe kerüljenek. Ennek megfelelően rengeteg mérést csinálunk természetesen, és a kiválasztási rendszerünket is kitágítottuk és rendbe tettük. Többek között fizikális méréseket végzünk, játékügyességet nézünk, és kognitív vizsgálatokat is végzünk a Vienna Test System géppel. Aki belép ide a Kisvárdai stadion orvosi részegében, egy picit egészségügyi részegében, egy picit boszorkány konyhában érezheti magát, rengeteg gép van. Milyen funkcióval bírnak ezek a gépek, mi használjátok őket? Folyamatosan felépülő fizioterápiás részleg lett,
kialakítva az évek során, és hála jó Istennek már eljutottunk arra a szintre, hogy ez Magyarország top kategóriás fizioterápiás, rehabilitációs részlegéről tudunk itt beszélni Kisvárdán. Olyan eszközökkel dolgozunk, ami most a modern sportorvoslásban, illetve a modern fizioterápiás kezelésében elengedhetetlen. Ilyen talán a hátatok mögött található lökéshullámterápia. A hátunk mögött pont a kolléganőm, a Pap Dórika fizioterapeuta gyógytornászunk, egy sérült játékosunkat kezel, aki alapjába véve egy akut sérülése van, egy oldal szallaghúzódása van, egy fókuszált fejjel egy oldal szallaghúzódást kezelnek, ami szépen a prevencia, az ismét visszasérülés elkerüléseképpen ezeket meg szoktuk ismételni hetente egyszer, kétszer. Azt tudni kell, hogy nekünk vannak mobil eszközeink, az a hordható eszközökről beszélünk, ilyen van nekünk több, akár a mágnesről beszélünk, tehát otthoni használatra vannak ultrahangos eszközeink, amit a kollega nőink, vagy én beállítok értékeket, azokat ők otthon, a szabadidőjükben is még plusz tudnak kezeléseket maguknak leadni. Kicsit furcsán hangzik, de gyakorlatilag ti akkor végzitek a legjobb munkát, ha minél többet üres ez a létesítmény, igaz? Nagyon örülök neki, hogy ezt a kérdést valaki felteszi. Igen, minket ez minősít a kolléganőimmel, a Pap Dórival, a Szávai Zsófikával és a többi kollégáimmal, amikor nincs munka. Mert akkor ezek szerint akkor valamit jól csinálunk. Nyilván protokollszerűen dolgozunk, de azért mi egy kicsit ebben már tovább léptünk, mert van nekünk egy tematikánk, hogy mit mivel kombinálunk, és igenis ki kell, hogy tudjuk mondani, hogy ez egy másfél éves munkánk az eredménye, hogy eljutottunk már oda, hogy igen nagy hatásfokkal tudjuk ezeket a sérüléseket kezelni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!